Így a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Uram, olyan jó, hogy a Te színed előtt elcsendesedik a lélek. Köszönjük neked, hogy a Te szavad békesség, útmutatás, világosság azoknak, akik hisznek Te benned. Köszönjük, hogy ma este is elhoztál bennünket erre az estvéli órára. Olyan ajándékokat készítesz nekünk a Te igédben, hogy szeretnénk azt nagyon megbecsülni. Szeretnénk minden fáradtsággal dacolni, minden gondot eléd hozni, hogy ne az terheljen, ne az foglalkoztasson most bennünket itt a templompadban. Hanem szeretnénk téged azzal tisztelni, hogy figyelünk a Te igédre, és mindazt, amit mondasz, készséges szívvel szeretnénk meg is cselekedni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te szeretsz bennünket. Ebben a szeretetlen világban Te vagy az egyetlen, akinek van időd ránk, van szavad hozzánk, és kívánatos véget akarsz adni az életünknek. Amen. Kedves testvéreim, a 107. Zsoltárral foglalkozunk ezen a héten estéről estére, és tegnap este felolvastam az első három versében, hogy arról beszél itt ez a Zsoltár, hogy hálás emberek jönnek össze egy ünnepen, és így olvastuk, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart kegyelme, így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Megváltott emberek hála éneke ez az egész Zsoltár. Igen ám, de nem így kezdték az életet, hanem öt élethelyzetet mutat be ez a Zsoltár, éppen úgy, ahogy öt esténk van, ha Isten engedés élünk, és mind az ötöt szeretnénk megnézni. Tegnap este bemutatkozott az első csoport, akik a pusztából jönnek egyenesen, ahol bolyongtak, ahol a nagy útvesztésben, a nagy bolyongásban az egész lelkük kifáradt, elcsüggett, így olvassuk itt, éheztek és szomjúhoztak, nem találtak lakóvároshoz vezető utat, és egészen elcsüggett a lelkük. Vannak ilyen bolyongó emberek, akik egész életen át értékeket keresnek. Egész életen át keresik azt, amiért érdemes élni, amiből meg lehet élni. És bolyonganak, les fel, és közben elcsügged a lelkük a végére, és ez a Zsoltár azt mutatta be, hogy amikor már nem volt kiút, amikor nem találták az utat a lakott városba, akkor kiáltottak az Úrhoz. És milyen jó, amikor egy ember ebben a pusztaság világban elkezd kiáltani a nagy csüggedésében. Amikor nem önkezőleg akar az életének véget vetni a nagy csüggedésben, hanem kiált az Istenhez. És ezek az emberek kiáltottak, és az Úr megszabadította őket, lakóvárosba vezette őket, megetette, megitatta őket, és azt mondja, hogy adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért. De jó, amikor az ember lakott városba kerül. Tegnap este azt is mondtam, hogy a lakott város manapság egy gyülekezet, ahol megvan az élet lehetősége. Egy pusztai vándor számára egy oázisba oda találni, vagy a Szaharában tébolygó ember, amikor oda talál egy lakott helyre, az számára az élet. Ezért mondta Jézus, hogy az örök életnek forrása van ő nála. Anélkül szomjazik minden lélek, anélkül éhes minden ember. És milyen jó, hogy lehet hozzá kiáltani. Tegnap hallottuk, hogy kiálts, aztán hagyd magadat vezetni, mert úgy volt, hogy bevezette őket a lakott városba. Ezt úgy hívják, hogy engedelmesség, ami nagyon nehéz, nem? Hát a gyerekek is hallják ezt, a gyerekek tudják, hogy milyen nehéz engedelmeskedni, nem? Mi felnőttek, nekünk ez már ugye nem probléma. De tanítjuk őket odahaza, hogy engedelmeskedni az nagyon fontos. Azért, mert gyermekeket még megszülnek erre a világra, de nevelni nagyon kevés szülő neveli őket. Hagy nőjön fel úgy, ahogy majd. Na de hát a kert is felnő úgy, ahogy majd. Na de mi lesz abból a kertből, amit hagynak, hogy az nőjön benne, ami majd úgy nő? Hát elvadul, elgazosodik. De nehéz engedelmeskedni. Ma este szeretnénk egy másik csoportot megnézni. A 107. Zsoltárban a 10. verstől olvashatjuk a következő csapatot. Vannak, akik sötétségben ültek,
a halál árnyékában nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Megvetették a felséges döntését, ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak kegyelméért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat, és leverte a vas zárakat. A következő csapat nem a pusztai vándor, nem az, aki bolyong és keresi a megélhetés, az életben maradás lehetőségét. Ez a csoport már egy sokkal nyomorúságosabb helyzetben van. Mert ők nem tudják keresni a kiutat. Azt olvassuk itt róluk, hogy ezek az emberek sötétségben ülnek. Talpra se tudnak állni. Miért nem tudnak talpra állni? Azért, mert nyomorultan vasra verve vannak. Itt a végén azt olvassuk, hogy az Úr betöri az érckapukat, leveri a vaszárakat, be vannak zárva. El vannak zárva a közösségtől, el vannak zárva az élet lehetőségétől. Mi történt ezekkel az emberekkel? Ők egy egészen más típusú nyomorúságban vannak. A pusztai vándorról tegnap este hallottuk, hogy keres-keres, próbál esetleg kutatásni, vagy valahogy életben maradni, de ők nem. Ők csak ülnek. Ülnek a sötétben. Én egyszer bent voltam a Kégolyó utcába, aki járt már arra, azt tudja, hogy mi van ott, az onkológiai intézet, és hogy bementem, ott a folyosókon némán ülnek az emberek. Ott nincs viccmesélgetés, ott nincs a napi pletykáról szó, ülnek a halál árnyékába. Borzasztó látvány volt. Olyan mély hatás gyakorolt rám, hogy úgy voltam vele, hogy Uram, ide menni kell, vinni az örömhírt, hát a halál árnyékában ülnek ezek az emberek. Várnak a kemoterápiára, vagy esetleg várják már a visszaszámlálásba, hogy mikor lesz ennek a sok nehézségnek vége. Vannak, akik a halál árnyékában ülnek, vasra verve, bilincsbe, és nem tudnak moccanni. Ülnek a sötétben, és már talán kedvük sincs fölállni. Így mondja a Biblia, hogy Isten megszabadítja azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Nem tudom, hogy nem ülhet valaki így, ilyen rabként, aki állandóan fél a haláltól. Fél attól, hogy mi lesz, amikor egyszer az utolsó lehelet elhagyja a számat, meg mi lesz addig, meg mi lesz utána, meg mi lesz főként akkor. Ilyen emberekről van szó ma este. Azt mondja itt a Zsoltárunk, hogy ezek az emberek engedetlenek voltak. Van oka annak, ahogy most vannak. Ennek megmagyarázza a Biblia az okát. Ők nem olyanok, akik keresgéltek a pusztába, hanem ők már hallották az Isten szavát. Hallották az Isten beszédét. Így a Károli fordítás így fordítja, hogy engedetlenek voltak Isten beszédével szembe, megvetették a felséges tanácsát. Őket már megszólította az Úr. Beleszólt az életükbe. Tudták, hogy Isten mit várna tőlük. De úgy gondolták, hogy fütyülünk rá. Engedetlenek voltak. És ez az oka, hogy ilyen állapotban vannak. Miért nem veszélytelen dolog a Bibliával szembeszállni, Isten beszédét semmibe venni? Nem veszélytelen dolog Isten tanácsát, amikor megérti az ember azt mondani, hogy én máshogy gondolom, és engem ez nem érdekel? Ez nem veszélytelen dolog. Ennek vannak következményei, azt olvasuk itt, hogy ezért szenvedéssel törte meg a szívüket, elbuktak, és nem volt segítőjük. Úgyhogy szenvedéssel törte meg a szívüket. Hát nem kegyetlen az ilyen Isten, aki. Ha valaki nem hallgat rá, akkor azon bosszút áll. Itt nem erről van szó, itt figyelmesen kell itt olvasni. Itt egy mentő szeretetről van szó. Régen hallottam egy olyan történetet, amikor valaki vasútnál dolgozott,
ott volt állomásfőnök, és a kisunokáját rábízták sokszor, na de hát dolgozott a nyáron, neki nem volt nyári vakáció, bevitte a kisunokát magához. És egyszer az állomásfőnök arra lesz figyelmes, miután bemondták, hogy a pesti gyors mindjárt átrobog a pályaudvaron, hogy a kisunokája mit sem sejtve, hát még pici, még 2 éves, elkezd szépen bandukolni éppen afelé, a sín felé, ahonnan mindjárt jönni fog a vonat, és átrobog az állomáson. Annyi ideje nem volt már, hogy lerohanjon, és már dübörög be a vonat, meg közben a hangos bemondó ordít, más nem tudott csinálni, mint az állomás főnök megfogott egy cserepes virágot, és egy jó célzással fejbe dobta az unokáját. A gyerek ott esett össze, ömlött a vér a fejéből, de életbe maradt. Ezt csak azért mondom el, mielőtt elborzadnánk attól, hogy Isten hogy-hogy szenvedéssel törte meg a szívüket. Azért, mert szeret. Azért dobta fejbe, mert szereti. Azért dobta fejbe, mert tudta, hogy így meg lehet állítani a biztos pusztulástól. A feje begyógyult, a seb ott maradt, de a kisunoka lehet, hogy úgy gondolt a nagyapjára, hogy őt hogy nem szereti a nagyapját, hogy tehetett vele ilyen csúnyát. Nézzétek, még mindig ott van a seb. Na de hát az életét mentette meg. És tudjátok, hogy hány ember hőbörög az Istennel szembe? Hogy adhatott ilyen szenvedést? Hogy törhetett meg ilyen nagy bajjal? Azért, mert szeret. Mert szeretne megállítani azon az úton, ami a pusztulásba visz. Mert én hallottam egyszer, hogy egy dohányos, akire rászólt a lelkésze, hogy atyám fiát, ez már 10. doboz, amit látok, hogy itt kibont itt a másfél nap alatt. Ez egy kicsit olyan cinikusan megjegyezte félváról, hogy hát kérem, hát meg kell valamibe csak halni, lelkész úr. Na de ez a lelkész meglátogatta ezt a atyám fiát, amikor tüdőrákkal ott volt, és a fulladás kerülgette a kórházba. És akkor átkozta meg azt a napot, amikor először a kezébe vette a cigarettát. Meg amikor megmondták neki, hogy hívőként, hát lehet így is cigarettázni, hát ő vallásos ember, hát miért ne lehetne neki egy kis bűne? Hát mintha az nem lenne bűn, mivel nem rontja meg szándékosan az ember a maga szervezetét. Nem beszél arról, hogy egy kötelék. De az ilyen emberről ordít az, hogy nem szabad az élete. Ki muszáj hozzá nyúlni ahhoz a kis rúdhoz, azzal a pici kis rúd, ami majd őt az emésztésbe segíti, meg a feszültségét oldja, meg van néhány ilyen magyarázat, ami ott van. De milyen cinikusan tudta mondani, hogy jaj, hát kérem, valamiben csak meg kell halni. Milyen jó, amikor Isten megállít az úton. Valami nagy baj lett, de az életem nem úgy folytatódik, mint annak előtt. Ezek az emberek, akik ott ülnek vasra verve, a halál árnyékának, a halál árnyékában, a sötétségben, és az oka az egész állapotuknak, amit nem tudnak, az, hogy engedetlenek voltak. Isten szavával szemben engedetlenek voltak. Hát lehet valaki, aki templomba jár, Isten szavával szemben engedetlen? Hú, de még mennyire. Én már rengeteggel találkoztam. Itt Budapesten egy nagy gyülekezetbe, egy nagyon nagy gyülekezetbe, még annál is nagyobb gyülekezetbe. Azt mondja nekem az egyik presbiter a Biblia óra után, ahol szolgálhattam, hogy jöjjön már ide, mutatok magának valamit. Oda mentem. Kinyitja a Bibliáját, és hát nézem, hogy tiszta kék meg piros, tiszta átfestett ez az egész Biblia, mint valami magazin. Mondom, mi ez? Azt mondja, hát tudja, én kék meg piros ceruzát használok, amikor a Bibliát olvasom. És miért? Mert kékkel befestem azt az igét, ami szerintem is Istentől van. Pirossal meg átfestem azt, ami szerintem biztos, hogy nem Istentől származik, csak emberek irkálhatták bele. Aztán mondtam, hogy mutasson már egy párat. Egy ilyen pár ilyen pirosat. Aztán a pár ilyen piros volt, Malakiás 2, gyűlölöm azt, aki elválik. Így szól az Úr. Megkérdeztem tőle, maga elvált ember? Szóval honnan tudja? Hát mondom, mert látom, hogy kipreparálta a Bibliáját, hogy nehogy valami baj érje, vagy valami lelkiismeret furdalás kezdje gyötörni. Hát nem borzalom.
Valami olyasmi ez, amit már többször elmondtam, mert nagyon frappáns volt. Egyszer egy szobafestő mázoló volt nálunk egy lelkigondozó héten, és azt mondta, hogy hát a legnagyobb gond számomra Budapesten, hogy parkolót találjak. Már rég ott vagyok a kerületben, az utcában, de már keringek, mert nincs parkoló. És egyszer talált egy olyan parkolót, ahova a kocsi nem fér be, csak úgy régen. Ugye a fara kín volt a kocsinak, se baj. Elő gyorsan a festékes vödlőt, a pemzlit, hozzáfestette a kocsihoz a parkoló csíkot. Jön a rendőr, ebből nem lesz baj. És úgy arra gondoltam, hogy nagyon sok ember így csinálja Bibliával. Ja, hát amivel én is egyetértek, meg szívesen elmondanám a házastársamnak, meg a gyerekeimnek, hogy na látod, ehhez kéne igazodni, az jó. De ha a Bibliába valami szíven ütne engem, és megmutatna, hogy az életem engedetlen, ezt átfestjük pirossal. Azt kiradírozzuk a Bibliából. Megrökönyödve hallgattam múltkor egy korábbi szolgálót, aki másoknak magyarázta az igét, és azt mondja nekem, ő ott hagyta a férjét, összeállt egy másikkal, három gyerek hol itt, hol ott. Mondom, mit csináltál? Azt mondja, bizonyítsam én be neki a Bibliából, hogy ezt nem lehet csinálni. Mondom, mit bizonyítsak be? Azt, hogy a Biblia nem mond semmit az ellen, hogy ott hagyod és megcsalod a férjedet. És összeálltál egy másikkal. A gyerekeid meg látják, hogy ez egy borzalom, amit csináltok. És ebbe fognak felnőni. Azt mondjuk, az bizonyítsa be nekem az Isten, hogy ez bűn lenne. Mondom neki, egy pár évvel ezelőtt te magyaráztad fiataloknak egy ifjúsági csendes napon, hogy micsoda bűn a házasságtörés, a paráznaság. Hogy sötétedhettél meg ennyire? Az engedetlenség így besötétít embereket. Azokat is, akik korábban egészen világosan látták, hitték, gyakorolták. Aztán jött egy lovag, álmai lovagja, a férje mindjárt csúnyábbnak tűn mellette, és akkor hagyjuk ott a férjünket, és álljunk össze vele. Aztán a végén mondta, de hát ő a férjével is jóba van. Na de hát mit mond erre Isten? Azt mondja, hogy ez bűn. Ezért egyszer számot kell adni. Nem beszélve arról, hogy ez úgy megkötöz, hogy te csak ülni fogsz a sötétbe, vasra verve. Akin a halál árnyéka ott lebeg. Aztán amikor eljött ez az állapot, akkor utána föl is hívott, hogy van ebből kiút. De mi minden tönkrement. Azóta az egyik gyereke is összeállt egy lánnyal, a másik ott hagyta az egyetemet, harmadik elkezdett drogozni. Mondom, nézd meg azt a vetést, amit csinálta. Azt mondja a Biblia, ha valaki a testnek vet, a testből arat veszedelmet. Hát ő meg arat. És még akkor is az érdekli, hogy a számára van ebből kiút. Hogy lehet ilyen önző az ember? A sötétségbe csak ez jön ki az emberből. Azért keserves dolog sötétségbe ülni. A Biblia azt mondja a sötétségről, hogy a sötétség az nem csak valami, hanem ez egy lelki állapot. Az egy olyan hely, aminek borzalmas hatása van az ember lelki életére. Hát ha csak arra gondolunk, hogyha innen kimennénk a templomból, és itt Pesten valami nagy áramszünet lenne, és kialudna minden fény, és most, hogy közelegnek a felhők, még a hold se látszana, hát nagy bajba lennénk hazafele. Mert a sötétségben nincs támpont. A sötétben az embert elfogja a bizonytalanság. A sötétségben jó lenne valakibe kapaszkodni, de azt olvassuk itt, hogy nincs senkije. Elbuktak, és nem volt segítőjük. A sötétség az egy rettenetes lelki állapot, amikor az emberre rátör a félelem. Vannak olyanok, akik nem is bírnak aludni, csak egy felkapcsolt lámpánál, mert félnek. Van ilyen lelki állapot, amikor valaki a sötétségben ül, és nincs támpont, nincs kiút, nincs valaki számára, aki bekapaszkodhatna. Minden apró neszre úgy figyel oda, úgy felnagyul, hogy jaj, mi történt? Az egyre álmosabb lesz az ember a sötétbe, elfogja az álmosság, de lelkileg a sötétség ugyanezt eredményezi, hogy bizonytalan az ember, tele van félelemmel, lelkileg álmos, ha eljön egy templomba és hallgatja az igehirdetést, úgy küszködik azzal, hogy mit csináljon, hogy ne aludjon el. Mert sötétségben ülő emberről van szó. És a sötétség az nagyon nyomasztó hatással van az ilyen emberre.
A Róma 13 azt mondja, hogy a sötétségnek vannak cselekedetei is. Ezek szerint a Biblia azt mondja, hogy a sötétség nem is valami, hanem a sötétség az valaki. Hát ki volt az, aki nagy sötétséget borított erre a világra? Ki volt az, akinek egyetlen szándéka van az embert a sötétség berántani? Ki az, aki a sötétségnek a fejedelme? Két neve is van. Az Ószövetség úgy hívja őt, hogy Sátán. Magyarra fordítva ez a héber kifejezés azt jelenti, hogy a vádló. És minden egyes sötétségbe berántott ember, aki ott ül a sötétségbe, megjelenik rajta a Sátán jellemvonása. Micsoda? Az, hogy vádol. Kit vádol? Hát az Istent. Na meg kit vádol? A másikat. A sötétségben ülő, vasra vert embere az jellemző, hogy állandóan vádaskodik. Ha nézd meg, hogy jöttél ide a templomba. Te a kocsiban nem végigszittátok ezt, meg azt, meg amaszt. Meg vádoltuk a X-et, meg a Y-t, meg az egész ABC-t. Egyszer mentem haza szüleimet meglátogatni Egerbe, fölültem itt a buszra. Aztán mentünk, és két pedagógus ült a hátam mögött. Hát olyan hangosan beszéltek, hogy kénytelen voltam az egészet véghallgatni, és A-tól Z-ig a fűtőtől az igazgatóig végig szitták az egész tanári kart. Ott mindenki sorra került. És amikor már elhagyjuk Kerecsendet, már érünk be Egerbe, már mindenki veszi fel a kabátját, mert télvíz ideje volt, akkor föláll az idősebbik, azt mondja, te Olgikám, nem is az a baj, hogy az embernek ilyen borzasztó kollégái vannak, hanem tudod, mit nem bírok én ebben a tanári karban elviselni. Az, hogyha kettő összeül, az első dolguk az egész tanári kart kitárgyalni. Hát úgy voltam vele, hogy ennyire sötét valaki csak nem lehet. Hát ezt csinálják két órája, és nem látja, nem látja. Ma sötétben nem látja az ember, hogy mit csinál. A sötétben megjelenik ez a jellemvonás, hogy senki nem számít. És a baj mindig a másikba keresendő. Ennyire lehet sötét az ember? Ennyire lehet sötét. Hogy a másikat azért károsztatja, amit maga is ugyanúgy cselekszik. Mondja is ezt a római levél. Mit károsztatott az atyád fiát? Hát te nem ugyanazt csinálod. Hogy az milyen hazug? És te? Hogy az, hogy kirabolt az országot? És te, amit tudtál, nem elvittél, ami nem volt lebetonozva, hogy mondja a magyar, most már azt mondjam, közmondás. De a másikat hogy lehet vádolni? A másikat mindig szidni. Tudod, hogy ez nem csak egy valami kis bűnöcske, hanem ez a Sátánnal való kapcsolatod nyilvánvaló bizonyítéka. No de hát a keresztény embernek kivel kéne kapcsolatba lenni? Az apostol nem úgy kiállt föl a levélbe, hogy nem akarom, hogy az ördöggel legyetek közösségbe. Mert vagy az Úrral, vagy az ördöggel. Sokan elintézik úgy, hogy az ördög az egy középkori mese. Azzal nem kell foglalkozni. No de ha valaki ezt mondja, akkor Krisztus gyalázza. Miért? Mert Jézus úgy beszélt az ördögről, mint a valóságos szeméről. Ő neki volt vele találkozása, több ízben is. Vagy amit a pszichológusok mondanak, hogy az csak a bűnnek a kivetülése, hogy az ember valahogy tényleg megfoghatóvá tegye a bűnt, elnevezte ördögnek. Nem. Hát Jézus, amikor a pusztába az ördöggel találkozik, akkor a Jézusban lévő bűn vetült ki. Hát benne nem volt bűn. Ezzel is gyalázzák Jézust. Ez az a csoport, akik semmibe vették az Isten beszédét. Pont róluk van szó ma este. Éppen ezért nem veszélytelen dolog dacolni az igével. Aztán van a sötétség fejedelmének egy másik neve is, van görögül is, mert az új szövetséget meg görögül írták, a diabolos. Diabolein, egy szó összetétel a görögben, azt jelenti, hogy ellene dobni valakinek valamit. Néha szokták hamisan úgy fordítani, hogy a szétdobáló. Nem, ez a görög szó összetétel azt nem jelenti. Van neki szétdobáló munkája, de ne ebből a népből vezessük le, mert akkor rosszat mondunk. A diabolein az mindig ellene vetni valamit. Mindig vitatkozni. Ha Isten azt mondja, hogy A, akkor azt mondani, hogy nem A.
Ha Isten azt mondja valamire, hogy fekete, akkor azt mondja róla, hogy fehér. Ezért mondja a Biblia azt, hogy jaj azoknak, akik a jót rossznak mondják. A rosszat meg jónak mondják. Akik azt mondják a homoszexualitásra, hogy az jó. A Biblia meg azt mondja, hogy az ilyet meg kellett kövezni. Most én nem a homoszexuálisokat akarom bántani. Hát menteni kell őket, Isten szeretetével. De hogy azt állítani erről, hogy ez jó, a Biblia azt mondja, hogy az ilyen embert meg kellett kövezni Izraelbe. Azt mondja a Biblia, hogy ez fertelmesség. Jaj azoknak, akik a jót rossznak mondják, a rosszat meg jónak. A sötétség. Éppen ezért a diabólosz, amit magyarra úgy fordít Károli Gáspár, hogy az ördög, igyekszik az embert sötétségbe rántani. Belerántani valamilyen bűnbe. És aztán rád mutatni, hogy látod, te csináltad. Te vagy az oka. Így nem érdemes élni. Vess véget az életednek, hát mi lesz veled, ha ez kiderül, hogy te milyen sötét dolgot csináltál. Téged senki nem fog szeretni. Számodra nincs bocsánat. Neked nincs reménység. Nézd, hogy gyötrődsz éjszakákat. Nézd, hogy leizzadsz egész éjszaka. Nincs ebből kiút a számodra. És hány ember elhiszi? És ül, úgy, mint ezek itt. Nézd. Vannak, akik sötétségben ültek a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Megvetették a felséges döntését. Tudod, milyen nagy ajándék, amikor így folytatódik, hogy ezért szenvedéssel törte meg a szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. Tudod, milyen nagy ajándék, amikor valaki nagy sötétségbe vándorol, tiszta sötétség az élete, és elbukik, és kiderül. Tudod, milyen nagy ajándék az? Egyszer egy fiatal ügyvédről hallottam, amikor végzett, akkor kapott, szülei módosak voltak, kapott egy irodát, és ahogy csavargatja fel a bejárati ajtóra az aranyozott kis táblácskát, úgy nézi a tábláját, gyönyörködik a saját nevébe, úgy felötlik benne, hogy mi lesz, amikor az első kuncsaft jön hozzá. Hát csak nem teheti azt meg, hogy kiderüljön, hogy ő pályakezdő. És akkor volt egy jó ötlete, jó sötét ötlet. Csinál magának egy reklámot. Ha hallja, hogy a bejárati ajtó nyílik, fölkapja a telefont, és csinál magának egy álbeszélgetést. Nem sokat kellett várni, nyílik az ajtó, fölkapja a telefon. Persze, hogy ne, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezünk. Hogy ne? Hát önnek csak hátra kell dülni a székbe, mi mindent elintézünk. Ó, hát mi egy sor ilyen pert megnyertünk, ez nem probléma, a költségek. Hát ilyen olcsót sehol nem talál az egész nagyvárosba. Mi mindent elintézünk, népes csapattal, mi mindent meg fogunk csinálni. És hogy így mondja, hogy letakarja a kagylót, és közben az úriember, aki megállt az ajtóba, így ránéz, segíthetek önnek valamit, kérdezi. És akkor mondta, hogy hát a telefontársaságtól jöttem bekötni a telefont. Azt mondaná az ember, hogy hát ekkora leégés, hát mit lehet ilyenkor mondani? Hát ügyvédek mindig tudnak valamit, de ő nem tudott. Lehet azért, mert pályakezdő volt, egy-két hónap múlva már tudott volna. De akkor nem tudott semmit mondani. És úgy elgondolkozik az ember azon, hogy ez micsoda borzasztó szégyen. Micsoda bukás. Tudod, hogy milyen ajándéka Istennek, amikor így elgáncsol téged? Amikor nem tudsz már magyarázkodni. Amikor nem tudsz mást mondani a feleségednek, mint az, hogy szégyellem magam, kérlek, bocsáss meg. Vagy nem tudsz más mondani a gyerekeimnek, mint azt, amit egyik lelkész behívatták az iskolába, a gyereke valami szörnyűséget csinált, aztán megy haza a lelkész, várja már a fia, hú, mi lesz ebből. Mondja is neki, fiam, gyere be irodába. Megy, bekullog az apja után. Tudod, hol voltam? Azt mondja, tudom, apám. Tudod, mit mondtak rólad? Tudom. Én egyet akarok neked mondani, fiam. Azért vagy te ilyen, mert az én fiam vagy. Aztán ott sírtak mind a ketten, kértek bocsánatot az úrtól is. Bizony, amikor már nem tudsz mást mondani, hogy ki miért rossz, meg borzasztó, meg vádaskodni, meg kritizálni, meg minden ellenvetés ott van benned, hanem Isten megajándékoz téged egy olyan nagy bukással, hogy kiderül minden.
kiderül minden. Aki börtön missziót végez, az el tudná mondani, hogy nagyon sok rab azt mondja, hogy de jó, végre bekerültem. Mert nem bírta azt a borzalmas titkolózás sötétséget, ami otthon gyötörte. Végre kiderült. Hányan megkönnyebbülnek ezen? Tudod, milyen nagy ajándék lenne, ha ez itt a gyülekezetbe derülne ki rólad, hogy ki vagy te? Tudod, hogy miért? Mert itt van bocsánat. Ha világba kiderül rólad, ott nincs bocsánat. Ott letaposnak, kivégeznek. Ott sárba húznak egy életen át, és sárba hemperegsz. De Jézus Krisztusnál van bocsánat. És te még bírod a titkolózás, testvér? Miért teszel úgy, mintha nem rólad lenne szó? Mondd meg. Miért kell éveken át hurcolni elhordozhatatlan terheket, bűnöket? Miért kell? Egyszer lejár az idő, mert mindennek rendelt, elkészített ideje van. Hát, ha tied ma este van itt. Azért mondja, hogy tegyük le tehát a sötétségnek a cselekedeteit. Azt olvasok a Róma 13-ba. Tegyük le. Ez a szakkifejezés a Bibliában azt jelenti, hogy vald meg. Hogy a Róma, ahogy a Jakab levele 5. részében olvassuk, valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy megszabaduljatok. No de hát ilyen szégyen csak nem fogok vállalni. Hát ez a bajod. Ezért vagy vasra verve, a halál árnyékába, a halál félelembe, ott ülsz a sötétbe. Azért az Efézus 5.11 azt mondja, ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Más szeretünk leleplezni, jaj, de szeretünk. De a Biblia azt mondja, hogy magadat leplezd le. Hogy ki vagy te valójában. Mert enélkül se megtérés, se örök élet, se szabadulás, se ilyen hálával telt ének nem lesz, mint ez a Zsoltár. Hogy adjanak hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő kegyelme. Tudod, mi a kegyelem? Amikor egy ilyen gazember bűnös bocsánatot kap. Mint amilyenek mi vagyunk. Nagyon nagy ajándék az, amire Jézus Krisztusnak hatalma van ezen a földön. Így olvassuk a Bibliába, Jézusnak van hatalma ezen a földön a bűnöket megbocsátani. Van hatalma. De neked azért nem jelent semmit ez a bocsánat, mert úgy gondolod, hogy ez rád talán nem vonatkozik, mert te olyan jó ember vagy. A legrosszabb lelkiállapotban általában az ilyen jó emberek vannak. Meg vannak győződve, hogy ők olyan áldott, drága jó emberek. Csak a szomszédját kérdeznénk meg, vagy a házastársát kérdeznénk meg, vagy a gyerekeit, vagy a szüleit kérdeznénk meg. Azt olvassuk, itt nyomorultan vasra verve ülnek, és bizony a sátán igyekszik becsalogatni az embert a bűnbe. A Mózes 5. könyvében egy egész lista van a 18. fejezetben, hogy mi az, amivel az embereket, mint egy csúszdán juttatja be a sötétségbe, és oda le vannak írva az úgynevezett okkult bűnök. Hogy ne gyakoroljátok a jövendőmondást, a varázslást, az igézést, a különféle erők, kozmikus energiák, bioenergiák vételét, adását. Ne legyetek, akik hisztek a jelmagyarázókban. Mi az a jelmagyarázás? Hát a grafológia, az írásjegy magyarázat, a csillagjegyek magyarázat, amiben megmondják a csillagok állásából, hogy mi lesz számodra jó vagy rossz. Olvastam egy jelentést a kormányzati jósdától. Képzeljük el, a kormányzatnak van jósdája. A Biblia meg azt mondja, hogy utálja az Úr azokat, akik ezeket cselekszik, akik jövendőmondóhoz fordul, aki varázslást űz. És az ember belemegy, mert az ördög csak annyit mond, hogy te gyere, mert én csak gyógyítani akarlak ezen keresztül. Meg jót akarok neked, meg megmondani a jövendődet, meg megfejteni az életedet, meg visszavezetni a nem tudom, anyadik életedbe. De ez mind hazugság. Azért mondta Jézus, hogy az ördög a hazugság atya. Ember ölő volt kezdettől fogva. Amikor azt mondja neked, hogy segíteni akar, akkor is a csapdába akar belökni, hogy pusztulj el. És az első lépés az elmegyógyintézet.
Egy keresztény pszichiáter mondta el nekem, hogy tudod, az osztályomon 3 klasszikus beteg van a 100-ból. Abból 90 vasra verve megkötözött, aki oda dobta magát a sötétség fejedelmének. És engedetlen volt az Isten parancsával szembe, és azt tette, amire Isten azt mondta, hogy ne tedd. És elment a jövendőmondóhoz, meg elkezdett a bioenergiákkal foglalkozni. Na de azt mondja az Ézsajás 6, hogy távol van az Úr attól a háztól, ahol napkeleti erkölcsök uralkodnak. Nem szabad a napkeleti vallások uralma alá kerülni. És az ember erre mit mond? Ne magyarázzál nekem. Na itt van, róluk van szó. Akik ellenálltak az Isten beszédének, azt megvetették. Azért ilyen sötétek. Azért ülnek vasra vertve nyomorultan. És van ebből kiút? De jó, hogy van. Ezzel szeretném befejezni. Szenvedéssel törte meg a szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. Magára marad az ilyen ember, mérhetetlen magányba. És aztán ott ül a különféle kényszereivel, mert mindig megjelenik a sötétségbe ülő ember életén a kényszer, hogy muszáj dolgokat csinálni, amit nem szeretne, és nem tud dolgokat csinálni, amit meg szeretne. Ezt nevezi a Biblia megkötözöttségnek. Nem vagy te rabja valaminek? Rabja. Van, aki az italnak a rabja. Van, aki a cigaretta rabja. Van, aki a munka rabja. Van, aki a paráznaság rabja. Itt jövök ide, látom ezt a rengeteg prostituáltat, akik itt állnak fót előtt. Hány ember áll meg? De ő rab. Ő nem tud tovább menni. Neki muszáj megnyomni a féket, leállni oda. De mi lesz otthon az asszony meg a gyerekekkel? Hát majd sumákolunk. Micsoda rabság. És lenne szabadság. Azt mondja 1 János 3.8, János első levele, 3. fejezet, 8. verse. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáid lerontsa. Tudod, hogy téged szabaddá tud tenni Jézus? Ilyen nagy rabságból? Ilyen kényszerekből is? Van, akinek öngyilkossági kényszerei vannak, vagy gyilkossági kényszerei. Vagy beszédkényszere. Olyan sok ilyen nyomorulttal találkozunk. És Jézus meg tud ebből szabadítani. Ezért így folytatódik, elbuktak, nem volt segítőjük, de. Jaj, de jó, hogy itt van ez a de. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak kegyelméért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat, és leverte a vasszárakat. Van ebből kiút, testvér? És hogyha úgy ülök itt, hogy én pont ilyen rab vagyok, vasra vertem, mit csináljak? Hát kiálts az Úrhoz. Valld meg, hogy mit cselekedtél. Ő pedig szabadít, és a végén az van, hogy te pedig adjál hálát érte. Jézus meg tud szabadítani? Jézus meg tud szabadítani. Lehet, hogy ezért hozott ide ma este. De jó lenne, hogyha ha rólad van szó, akkor engednél neki. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te neved magyarra fordítva azt jelenti, hogy szabadító. Így mondta az angyal Máriának, hogy nevez nevét Jézusnak, mert ő fogja népét megszabadítani az ő bűneiből. De jó, Úr Jézus, hogy van a bűnből kiút. De jó, hogy nem a sátáni az utolsó szó. De jó, hogy nem rabként kell vergődni a halál árnyékában vasra verve, a sötétben, megsötétedve. Félelmek között vasra verve, hanem van, aki kiszabadít minket ebből. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a világ világossága, és világosságot gyújtasz a sötétségbe. Köszönjük, ha ma este rólunk szóltál, hozzánk beszéltél. Segíts engedni a te szabadnak, sok engedetlenségünk után segíts végre engedni a te szeretetteljes hívásodnak. Nagyon kérünk, hogy te, aki erős vár vagy, ne csak kívülről nézegessünk téged, hanem lépjünk be a kapukon,
hogy ez a vár védelmet nyújtson egész életünkre. Köszönjük, hogy a raboknak meg tudod adni, hogy kiáltsanak. Te pedig, Úr Jézus, meg tudod őket szabadítani. Segíts, hogy a hálaadás el ne maradjon tőlünk. És most ebben a rövid egyperces csendünkben segíts, hogy magunkban hagyd tudjunk őszintén beszélni veled.